Bőven akadt tennivaló 2019-ben a megyei vadászkamarában. A szervezet mintegy 4100 vadászjegyet és több mint 600 külföldi lőengedélyt adott ki az év során, valamint folyamatosak voltak a vadász és vadász vizsgák is. A megyei vadászkamarat titkára elmondtam, rendezvények és eredmények tekintetében is kiemelkedő éved szártak, hiszen tíz év után újra megrendezték a jótékonysági megyei vadászbát, az országos dúvadgyérítési Héten pedig a szabolcsi vadászok teljesítettek a legjobban 223 szörmés kártevő elejtésével. Fazekas Gergely hozzátette az általuk szervezett vetélkedők is nagyon sikeresnek bizonyultak a hivatásos vadászainknak rendeztünk megyei versenyt, aminek szintén jó visszhangja lett, utána pedig egy országos versenyt, a hivatásos vadászok országos versenyét. Ez óriási kihívás, ugye minden megye próbálja a legjobb tudása szerint megszervezni. Hát büszkén mondhatom, hogy nekem sikerült úgy megszervezni, hogy minden résztvevő, minden versenyző és minden bíró azt mondta, hogy korszakalkotó lett, és példamutató a következő megyéknek, hogy hogyan is kell ezt profil megcsinálni. Hát remélem, hogy sokáig példamutatók is tudunk ebben maradni. A megyei vadászkamara májusban egy őzmustrát is szervezett, melynek keretében több mint 500 agancsot mutattak be az érdeklődőknek. A szervezet munkatársai az erdők és mezők tisztán is jeleskedtek. Egy akció során mintegy 6000 zsáknyi hulladéktól szabadították meg a vadas területeket. Én már hagyományosan sor került a Milotai Gábor sportlövő emlékversenyre, nagy sikernek örvendett tovább a megyei vadásznap, amelyet idén először ibrányban rendeztek meg. A szakmai rendezvénye az áltuk az évet, Tiszadóban rendeztünk szintén először a megyetőlet vadászkutyás szakmai napot. Vadászkutya, illetve kutyafajta bemutató volt, és vadászkutya munka volt. Több mint 600 érdeklődő volt, aki kíváncsi volt erre a rendezvényre, és hát az exkluzív helyszín, és hogy egyáltalán az egész rendezvény mindenkinek roppant módon tetszett, úgyhogy nem kérdés, hogy folytatjuk ezt a 2020-ban is tovább. A megyei szervezet az év során két országos gyűlésnek is helyet adott Nyíregyházán. A Vadgazdálkodási Bizottság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége is a megyes székhelyen tanácskozott. A vadászkamara a megyei rendőr valamint a megyei kormányhivatal együttműködésének köszönhetően tavasszal bevezettek egy telefonos applikációt is, ennek segítségével a rendőrségi díszpécsenek fél órán belül kiküldhetik a területileg illetékes hivatásos vadászt egy vadgázolás helyszínére.